A lakosság tömegével váltja át külföldi valutáját hrivnyára, számoltak be ukrán bankárok. Az emberek 30%-kal kevesebb amerikai dollárt vásárolnak, mint korábban, közölte az egyik ismert bank vezetője. Hozzátette, hogy a betétek esetében is hasonló a helyzet. A valuta alapú megtakarításaikból egyre több pénzt helyeznek át hrivnya alapú betétekbe. Jelenleg nagyjából fele-fele arányban helyezik el dollárban, illetve hrivnyában megtakarításaikat az emberek, míg októberben ez az arány még körülbelül 70%-os volt a külföldi valuták javára. A tendencia változása kedvez a kiürülőben lévő valutatartalékoknak. Nemrégiben kiszivárgott hír szerint 15% adót vetnének ki a valuta árfolyam változások nyomán keletkezett nyereségre. Ezek a felvételek a Felső-Tisza vidék első családtípusú gyermekotthonának a megnyitóján készültek. A Viskia a 7. ilyen jellegű ház Kárpátalján. A régióban több mint 2000 árva gyermek él, számuk évről évre fokozatosan nő. 10 évvel ezelőtt ezért tartotta fontosnak a Kárpátaljai Református Egyház, hogy egy olyan alapítványt hozzon létre, amely az állami gondozott gyermekek családba kerülését segíti. Kerestük az útját, hogy hogyan is tudnánk mi ebben bármit is tenni. Az eredmények önmagukért beszélnek. Az alapítvány célja ugyanis három irányba fogalmazódott meg. Az ukrán törvényeknek megfelelően családtípusú gyermekotthonokat hoztunk létre, illetve nevelőszülőséget hoztunk létre, illetve segítettünk a családoknak, akik adoptálni, örökbefogadni szeretnének gyermekeket. Az alapítvány megalakulásának 10. évfordulóján a Beregszászi Református templomban hálaadó istentiszteletre gyűltek össze a gyermekotthonok lakói, illetve az örökbefogadó szülők és gyermekeik. Irén 7 éve döntött úgy, hogy az alapítvány segítségével megpróbál örökbefogadni egy állami gondozottat. Először a Beregszentmiklósi árvaházba látogattak el. 801 néhány gyerek volt akkor, pápkából kellett választani, hogy nem szabad a gyerekeket megzavarni, vagy sokféle képpen kipróbálták, és azt mondja, egy-egy gyerek úgy összetört lélekbe, hogy napokig meg pszichológushoz kellett hordani. Nem szabad látni, még ablakon keresztül, csak fényképről. És akkor én választottam, és az én gyermekem rám mosolygott. Olyan különleges volt, mint közt. Rágyogott a kis szem, ez az enyém. Sok gyereket sajnálok, akinek nincs családja, mert én most értettem meg azt, hogy milyen is a család. Mindig is akartam ilyen családot, mint amilyen most van. Minden titkomat tudja az én édesanyukám, és mindenbe támogat. A szülők és gyermekek egymásra találásához azonban rögös út vezet. Az örökbefogadóknak, illetve nevelőszülőknek alkalmassági teszten kell átesniük, jövedelemigazolást felmutatniuk, megfelelő lakhatási feltételeket és még sok egyebet. A bürokrácia útvesztőiben hamar elvesznek. A magyar szülők esetében sokszor a nyelvi akadály is gondot jelent. Az örökbefogadásnál ugye a bürokrácia és maga az, hogy a kultúra, a nyelvnek a nem tudása, vagy pedig a hivatalokban történő látogatás, vagy pedig az, amikor a hivatalban rávágják az ajtót, és akkor ő reményvesztetten tovább megy, akkor nagyon fontos, hogy legyen ott mögötte egy kéz, ugyanis az alapítványnak a mottója az, hogy egy kéz és benne van egy gyermek, és mi ezt szimbolikusan szeretnénk átadni a szülőknek is, akkor, amikor elindulnak egy ilyen úton, hogy örökbe fogadjanak. Ukrajnában jelenleg több mint 100 000 árva gyermeket tartanak nyilván. Az árvák jelentős része nagy állami gyermekotthonokban él. Az utóbbi 10 évben Ukrajnában az állam is azt szorgalmazza, hogy ezek a gyerekek a lehetőségekhez mérten minél hamarabb családi típusú gyermekotthonokba vagy családokba kerüljenek. Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy egyszerűsítsék az örökbefogadás feltételeit Ukrajnában. A gazdagok többnyire drága kocsikat vásárolnak. Míg a középkategóriás személygépkocsik eladásának mértéke csökkenőben van, addig a luxus kategóriájú autók eladási mértéke nő. Az előző hónaphoz viszonyítva 7%-kal nőtt a személygépkocsi eladások mértéke. A drága autókból közel 14%-kal többet vásároltak az októberi adatokhoz képest, írja a tsm.hu a hírportál. Szakértők szerint a valutaadó bevezetésétől tartva vásárolnak nagyobb számban drága autókat a tehetősebbek az elmúlt időszakban.